Ugorjunk is fejest akkor az új évbe és az azokkal kapcsolatos fogadalmakba, hiszen vendégünk a stúdióban Horváth Péter életmód tanácsadó és a fia Horváth Noel. Sziasztok! Noé, bocsánat! Noé. Sziasztok. És nem csak táplálkozási szakértő, hanem tréner is és mindenféle egészséggel kapcsolatos dologhoz ért. Ami egészséggel kapcsolatosabban te otthon vagy. Fogalmazunk így. Igyekszem a kihívásodat megfelelni. Tettél újévi fogadalmat? Gondolom, ezt akartam kérdezni, hogy te tettél-e újévi fogadalmat? Tettem, igen. De nem árulhatom el, hogy mit, hiszen akkor már nem fog teljesülni. Ez nem csak az álmoknál működik így? Én azt hittem, hogy ha álmodunk valamit, azt nem mondjuk el, mert akkor nem fog teljesülni, de a fogadalmaknál is így. A fogadalmak? Nem tudom, de akkor végül is elárulhatom, hogy én azt fogadtam meg, hogy próbálok még több embernek segíteni elérni a célját. Legyen az akár tömegnövelés, fogyás, egészséges életmód kialakítás, szóval bármi. Ez egy nagyon szép végszó volt, köszönjük szépen a figyelmet, nem vicceltem. Hát igen, hiszen te ezzel nagyon-nagyon sok éve foglalkozol. Mik a tapasztalatok, hogy mennyire tartják be az újévi fogadalmakat a te ügyfeleid, kis kliensek? Az én ügyfeleimnek muszáj betartani, hiszen ott vagyok mellettük, és gyakorlatilag korbáccsal ütöm, vágom őket. Jó, ez picit komolytalan volt, de sokkal könnyebb úgy elérni a célt, hogyha van egy olyan személy mellettük, aki inspirálja és motiválja őket, hogy emlékszel, arról beszélgettünk, hogy lefogysz 10 kilót a következő hónapra, most ennyinél állunk, akkor hogyan tovább? Igen, mert te ugye tudsz lépésről lépésre segíteni, hogy egy-egy ilyen fogadalmat betartson valaki, mert ugye nagyon sokan úgy állnak neki az új évnek, hogy kitűznek maguk elé egy olyan célt, amit egyedül nem biztos, hogy el tudnak érni, hiszen nincs mellette a motiváció, és nincs senki mellettük, aki megmutassa, hogy hogyan induljanak el ezen az úton. Tehát a 10 lépcsőfok közül rögtön 4-5-öt akar ugrani, holott fizikai képtelenség. Hogyan lehet egyébként ezt lépésről lépésre, étrendben és edzésben is betartani? Igen, nagyon jól láttad az előbbi kérdést. Én azt javasolnám mindenkinek, hogy próbáljon egy olyan célt kitűzni maga elé, ami tartható és el tudja érni. Tehát most mondok egy konkrét példát, valaki szeretne 20 kilótól megszabadulni, akkor ne egy hónap alatt próbáljon 20 kilót fogyni, holott az a 20 kiló mondjuk 10 év alatt jött fel rá. Tehát kellnek egy olyan kis lépések, hogy mondjuk minden nap 10 percet fog sportolni, aztán két hetente fogom növelni 15 percre, vagy 20-ra, vagy 30-ra. A táplálkozásban nem fogok azonnal drasztikus lépést tenni, hanem először nem eszek például édességet, nem eszek csokoládét, vagy kenyeret, és így szép lassan el lehet jutni egészen a célig, és sokkal nehezebb szakértő nélkül, de nem lehetetlen teljesíteni az álmokat. Igen, csak nagy akaraterő kell hozzá. Pontosan. És ebben azért nagyon nagy segítség, hogyha valaki az ember mellett áll és támogatja, illetve amikor jönnek az elgyengülős pontok, akkor ott van és segít. Pontosan, jól látod. Igen, és akár tömegnövelésről vagy fogyásról, bármiről legyen szó, nyilván nagyon fontos a táplálkozás is, és a mozgás is. A mozgás, igen. Melyiket nehezebb betartani, melyikkel kapcsolatos újévi fogadalmakat? Mert nyilván bármiről legyen szó, mind a kettőben kell változtatni és megfogadni valamit. Szerintem a legnehezebb a táplálkozás, mert elmegyünk kirándulni, elmegyünk barátokhoz, elmegyünk egy moziba, és a kísértés már is előttünk van, hogy muszáj venni valamit, ami ott van, mert ha nem veszel, akkor a többiek mit fognak szólni, vagy nem fogsz felkészülni rá, és ilyes leszel mondjuk egy moziban a film végére. De én úgy gondolom, hogy ha valaki kitűzte maga elé a célt, akkor ezt nagyon könnyen lehet teljesíteni. És hogyha esetleg úgy tűzzük ki, hogy hát magunknak próbáljuk meg ezeket betartani, tehát hogy nincs mellettünk egy szakember, aki ebben tud segíteni, akkor mik azok a gondolatok, vagy hogyan lehet magunkat motiválni, hogy igenis meg tudom csinálni? Egy nagyon jó tipp például, ezt szoktam a vendégeimnek alkalmazni, vagy mondani, hogy vegyenek egy 2 számmal kisebb ruhát. Ez gonosz, ez nem jó tipp, ez nagyon gonosz. Viszont működik, mert ha veszel egy 2 számmal kisebb ruhát, vagy 3, mindegy, és kirakod magad elé, vagy a tükör mellé, akkor minden nap látni fogod, hogy igen, az a tervem, hogy én ezt a ruhát fel fogom venni 3-4-5 hónap múlva. Uh-huh. Persze attól függ, hogy mekkora, vagy mi a cél, fogyás, tömegnevelés, és látod minden nap azt, hogy kiadtál érte sok 1000 forintot, és már pedig ebbe akkor is bele fogok férni. Igen, ez nagy akaraterőt ad. Nekem egyébként nem is kell hozzá új ruhát venni, elég, hogy egy pár régebbit megtartottam, amiben már nem félek bele, és tudom, hogy azért nem dobom ki, mert egyszer még belefogok. Igazából nekem is van ilyen trükköm, de van a másik irányba is, tehát van olyan nadrágom elrakva, hogy ha véletlenül valami nem úgy alakul, akkor is tudjak mit felvenni. Hát ugye itt van a fiad is, Noé, akinek hát, fogyni nem kell. Nem. Szörnyű, nem is értem. Te még fantasztikusan jó kondiban vagy. Igen,
Te fogadtál meg valamit az új évre? Nem is feltétlenül edzés terén, de mondjuk sulival kapcsolatban. Hát sokkal jobb jegyeket szeretnék szerezni, meg így többet tanulni. Miben szeretnél a legtöbbet fejlődni? Melyik az a tantárgy, ami most még úgy olyan remegő lábakon áll, és azt mindenképpen szeretnéd felfejleszteni? Az angolt. Az angol? Igen, az egy nehéz dolog. Hát igen, nehéz, de nagyon jó a célkitűzés. Igen, és táplálkozásban esetleg, mert hát apukád mellett azért nyilván vannak elvárások, hogy hogyan kell étkezni, az nálad így rendben van. Miket szoktál enni például? Hát szoktam ilyen egészségesebb kenyeret enni, így próbálok nem olyan egészségtelen ennivalókat enni. Apukád ebben mennyire segít, mennyire motivál téged? Hát szokott, hogy olyan kenyereket vesz, amik ilyen nem egészségtelenek, úgyhogy igen. Akkor odafigyel rá, hogy igen, egészséges ételeket egyél, de gondolom azért néha ti sem mondtok nemet egy finom pizzára mondjuk. Hát nem tudom megmondani utoljára, mikor ettem pizzát. Visszafele egyébként működik a motiváció? Tehát Noé motivál téged valahogyan? Igen, mert úgy gondolom, hogy az a legnagyobb dolog a világon, az életben, hogyha a gyermekednek te vagy a példaképe. És igyekszem példakép lenni, és jó példával előjárni persze. Hát ezek nagyon szép végszavak voltak. Mi azt kívánjuk nektek akkor, hogy tudjatok segíteni, hát főleg nyilván Peti te, hogy tudjatok segíteni minél több embernek. Noé, neked meg az angol tudást, azt fel kell turbózni, mondjuk jó kis kirándulásokkal esetleg. Még igen? Szeretnék valamit mondani, egy jó végszót, jó? Na. Nagyon jó dolgokról beszélgettünk, én mégis azt üzenném az embereknek, hogy ugye, évről évre ugyanazokat a köröket futják, hogy szeretnének lefogyni, új célok, a ruha, amit szeretnének belefogyni, hogy igazából egyetlen egyszer kell csak egy jó munkát végezni. Tehát egyszer kell lefogyni, és utána már csak szinten kell tartani. Sokkal könnyebb, mint évről évre mindig ugyanazt megfogadni, és rájönni arra, hogy nem megy. Tehát egyszer kell egy nagyon nagy elhatározás, egy jó munka, és utána már csak szinten kell tartani. Ez tényleg nagyon jó végszó volt. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és okos tanácsokkal bővítettétek a mi egyébként nem túl nagy tudásunkat ennek területén.